milyen programot használnak a videóvágáshoz. Ebben a videóban egy olyan programról fogunk beszélni, amit én idejében ismertem meg. Nem is tudtam, hogy egyáltalán létezik ez a program. Azt se tudtam, hogy ez valójában ez a program ingyenes, és tud annyit simán, sőt még azt mondják, hogy többet is, mint például egy Final Cut Pro. Nézzük meg, mi is ez. Ez a program nem más, majd beteszek egy linket egy leírásba, és ide most bevágok egy rövid videót is. Hogy a videóban lehetett látni, ez a DaVinci Resolve nevű program, jelenleg most a 18-as része fut, de minden évben úgymond frissítik általában. Az a lényege, hogy ez egy olyan program, amin keresztül akár film stúdiók is szokták használni, mivel ennek van egy ilyen ingyenes verziója, ami nincsen amúgy semmi reklám, semmi egyéb, illetve van ennek egy ilyen kicsit komolyabb, most már egy ilyen úgymond olyan verziója, ami már egy ilyen professzionális használatra van, sokkal több minden egyébe be lehet tenni, de hogyha te sima videókat vágsz, nem használsz ilyen nagyon-nagyon egyedi, különleges effekteket, akkor az teljesen jó lesz számodra ez a fajta modell. És én meg akartam venni például a Final Cut Pro-t, amit ugye be Apple adott ki, és direkt Mac-ekre van. Én azt nagyon preferáltam, nagyon sokat hallottam róla, néztem, hogy 300 dolcsiba kerül, vagy 300 euróba meg lehet venni. Úgy voltam, hogy már meg is veszem, de aztán utána részt vettem egy ilyen képzésen, például Parajdi Istvánnak a képzésén kaptam egy ilyen ajándékot még egyik képzésen, amikor részt vettem személyesen, akkor például volt egy 16 órás YouTube ilyen tanfolyam, hogy hogyan tudsz profi lenni például a YouTube videó készítésébe, egyéb dologba, és akkor itt milyen eszközökre van szükség, hogyan miképp, és volt szó a videóvágáshoz, és erre nagyon kíváncsi voltam, hogy például az István az milyen ilyen programot használ. Én előtte például iMovie-t használtam a MacBook-omon, és azon keresztül vágtam videókat, de hát szinte semmi effekt, semmi egyéb, szinte semmi nincs rajta, szóval nem azt mondom, hogy szar, de nem is jó. És egy olyan dolog, hogy azt éppen így elment, és gondolkoztam mindenképp, hogy kell egy normális program. De viszont én ilyen például Sony Vegasra nem akartam előfizetni, ugyebár van a Sony Vegas, ami ilyen nagyon ismert, aztán van a Adobe Premiere Pro, ez a kettő ugye, aztán van a Final Cut Pro az a 3, és amit kevesebben ismernek, ez a 3, ez nagyon népszerű, rengetegen használják youtuberek is, viszont a DaVinci Resolve-ot az sokkal kevesebben ismerik, és ezt is egy, most nem jut eszembe a cégnek a neve, de egy nagyon híres cég gyártja, ami nincs úgy reflektorfénybe, viszont egy olyan megoldást nyújt, hogy én csak néztem, ámultam, mutatta az István, hogy mit lehet benne megcsinálni, összebb kicsit olyan bonyolultabbnak tűnt, de aztán belejöttem és gyakoroltam, pár órán keresztül, már nagyon sok órán keresztül vágtam benne videókat, most már kb. Hát több mint egy hónapja, másfél hónapja csak ebbe vágom a videókat. Azért is készítettem most ezt a videót, hogy tényleg nagyon egyszerűen meg tudom mutatni. Elején bevágtam egy ilyen rövid kis videót, hogy akkor az hogyan is néz ki, pontosan mire lehet használni, de amúgy rengeteg ilyen tutoriál van róla YouTube-ban is, hogy mit hogyan tudsz csinálni, mire érdemes figyelni. Az a lényeg, hogy amikor te beimportálsz oda egy ilyen videót, akkor betöltöd, és akkor fel tudod mond darabolni a videókat, tudsz betenni akár ilyen, hogy előjöjjön például, hogy iratkozz fel, vagy bármi egyéb, amit te szeretnél, azt úgy magadnak olyan színekkel, olyan betűtípussal minden egyében meg tudod nagyon egyedire tudod az egészet szabni, tudsz benne ilyen átmeneteket csinálni, hogy például valamiért én beleteszek most ide egy vágást, akkor a vágás által van az, hogy lényegében a vágás által tudsz egy ilyen átmenetet csinálni, hogy például, hogyha látod így, hogy a fejem megváltozik például ilyen esetben, akkor ilyennél, hogyha látod például nézed a videómat, és akkor azért van, mert ott egy vágás van, és az ilyen átmenetet úgymond be tudsz tenni, hogy ne egyből átugorjon az a jelenet, hanem úgymond átvigye egyik jelenetből a másikba. És ilyet például tudsz rajta csinálni. Aztán, amikor ezeket meg szoktam csinálni, én elejére teszek be egy intrót, meg a végére teszek be szintén egy ilyen intrón van például ilyen Mayer Corporation-ös, és aztán utána pedig van az
az a rész, ami szintén nagyon érdekes volt nekem, hogy ki tudom választani, van egy külön ilyen rész, hogy ki tudom választani, hogy mettől meddig rendeljek ki a videót, hogy ki kell rendelni, amit összevágt, azt össze, le kell rendelned, és akkor ezt a gépedre tudod például kihelyezni, és onnan tudod majd feltölteni a YouTube-ra, vagy akár tudsz direktbe is, de én jobban szeretem úgy, hogy kirendelem a számítógépre, és aztán direktbe feltöltöm YouTube-ra. Az a lényege, hogy ezen keresztül még azt is ki tudod választani, hogy például hányadik másodperc töltjön fel ez a videó, és meddig pontosan. És akkor ezt mindig ki kell jelölni, hova szeretnél, le tudod menteni MP3-ba, le tudod menteni például így ilyen nem csak MP3 formátumban, MP4-be, ugye hangba is le tudod, MP4-be, videóba, többfajta QuickTime, vagy többfajta videó opció is van, amiben te szeretnéd, le tudod menteni, és akár ebben 4K-ba is természetesen tudsz akár videókat vágni, mert vannak, akik 4K-ba vágnak videókat, de ahol már olyan számítógép is kell természetesen, és akkor, amikor ez megvan, a kirendeleted, nagyon gyorsan általában egy videó is, a legtöbb is ilyen max 11-12 perc szokott lenni, de amúgy, ha meg kell egy ilyen 2-3 perc alatt is kiszok egy ilyen 10 perces videót rendelni, szóval nem is kell rá sokat várni, és egyből tölthetem fel YouTube-ra, és 1080p-s minőségbe tökéletesen szépen átadja ezt a képet. Most ezt a videót majd telefonnal veszem fel, de például lehet benne olyanokat is csinálni, hogy ugye már megvágott például a jelenetet, hogy levágott, hogy azt a 10 másodpercet szeretnéd például, hogy az a kép az például kifókuszáljon, vagy tudsz olyat csinálni, amit te jobban szeretek, hogy messze van például a kamera, akkor így rád zoomol az egész, és akkor egyből átváltod, hogy akkor így rád zoomol, és azért zoomol rád, mert nem a kamera zoomol rád, hanem ezáltal meg tudod ezt a jelenetet benne nagyon szépen csinálni, szinte észre se venni, hogy nem profi kamerával van. Aztán, amikor majd lesz komoly a kamerám, én is tervezek majd beruházni most ilyen monitorba, webkamerából ruháztam be egy kicsit komolyabba, hogy a MacBookomat rá tudjam kötni, és akkor ott is, amikor vágom például a videókat, sokkal nagyobban látom, egy ilyen 28-szoros ilyen 4K-s monitort vettem, magamnak is születésnapra, mert most 31-én veszem ezt a videót, most van a 27. születésnapom, és akkor ezen keresztül ott szépen meg lehet állítani, meg lehet csinálni, és sokkal nagyobban fogom látni, és ezáltal a opció által például, hogyha ilyened van egy kamerád, akkor ott már még komolyabb felvételeket tud benne csinálni, vagy akár, hogyha két kamerád van, akkor két szemszögbe is tudsz belevágni, szóval be tudod állítani, hogy a két képet egymás mellé teszed, ez például szintén a iMovie, vagy értem is lehet normálisan csinálni, hogy két képet egymás mellé fuktatsz, és akkor kivágol azt a képet, amit éppen látni akarsz, vagy amit nem akarsz látni, és akkor, hogyha a két ember beszélget, például itt ül az Erik, itt meg én, és akkor egyik kamera rávisz, a másik meg rám, akkor nagyon egyszerűen be lehet rajta állítani, amikor ő beszél, akkor az ő képét mutassa, amikor én beszélek, akkor meg az enyémet. Szóval ezt, amit podcastokban is szoktál látni, ez nagyon egyszerűen meg lehet amúgy vele csinálni, abszolút nem egy nagy művészet, és lehet azt is benne, ugyebár a hangoknál, amikor például veszed fel a hangot, akkor lehet egy ilyen mikrofonnal is felvenni, de én is majd később ezt is akarom fejleszteni, mert van ilyen hangfelvevőt lehet venni, például 100 euróba kerül, amink ezt a Zoom H1-nek a felvevőt, ezt is például az István ajánlotta, hogy fel lehet itt venni például a hangot, és akkor erre egy ilyen csíptetős mikrofont ráteszek, például Erikre is adok neki egy ugyanilyet, és Erikre is ráteszem azt a mikrofont, és akkor a hangot hogy felveszi, és hogyha például így szoktam így hármat tapsolni, hogyha tapsolok például egy ilyen hármat, akkor ennél a tapsolásnál lényegében a hangsávban ilyen három felugrás lesz. Szóval ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogyha sok, például a kettőn külön veszed fel a hangot, akkor ezáltal a tapsolás által könnyen össze tudod húzni, hogy amikor beszélsz, akkor ne tátogás halljál, hanem a valós másodperce, töredék másodperce pontosan tud belőni, hogy hol hangzott el az a szó, és pontosan ezáltal be tudod lőni a ugrásoknak által, ez a hangsávnak az ugrása által, hogy hova kell helyezni ezt a két hangsávot, szóval a kettőt nagyon szépen össze tudod hangolni, úgyhogy például a csapó a videókban, ezt se tudtam, ugye a csapó a videókban azért van, azért szoktak a filmekben egy csapót használni, mert a csapónak a hangja jelzi azt, például egy ilyen felugrást a hangsávból, hogy a vágó sokkal egyszerűen meg tudja azt az egészet vágni, és itt is ilyen három, hogyha nincs ilyen vágód, akkor meg tudsz tapsolni, és a tapsolás által is úgy szoktam megvágni a különböző videókat, csak ezt most megmutattam most. Úgyhogy ez a úgymond a, nem a Blackmagic, hanem ez a DaVinci Resolve-nak a
linkjét, ezt be fogom tenni ide a leírásba, ez nem egy promós kód, semmi egyébet nem kapok érte, viszont nagyon tudom nektek ajánlani, mert nagyon sok ember gondolkozik azon, hogy videót akar vágni, de mibe vágja, hogyan vágja, miképp pénzbe kerül, nem kerül, nincs, nem kerül pénzbe, ingyen van, tudod használni, és egy nagyon-nagyon profi szoftver, úgyhogy szívből ajánlom mindenkinek, ezért is készítettem ezt a videót, találkozunk legközelebb is, sok sikert, és jó videóvágást kívánok!